bronzérmes kosarasok után a másodosztályt megnyerő győri vízisportese vízilabdás hölgyeit látta vendégül a győri városházán Radnóti Ákos, sportért is felelős alpolgármester. Fóge Zsolt csapata a győri elődöntőben a harmadik kerületi TV-je, a fináléban pedig a BVSC együttesét győzte le egy góllal. Így 2003 után újra lesz OB1-es női vízilabda csapata Győrnek. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzések várnak ránk, hisz a versenykiírás az eléggé nehézé teszi, és eléggé erősítette ezt a playoffot a végére. Örülünk, hogy sikerült, és hogy megvan a jog. Radnóti Ákos oklevelet és ajándékot adott át a hölgyeknek, valamint a szakmai stábnak, megköszönve ezzel is a munkájukat. A sportért is felelős alpolgármester további támogatásáról biztosította a klubot. Én örülök annak, hogy Győrben a sport területén sokszínű támogatást tudunk biztosítani a vízilabda számára is. Nyilvánvaló elnök úrral már egyeztettünk, arról szeretnénk majd a jövőben is ezt kibővíteni és együttműködni, hiszen azért a létesítmények területén már jól állunk. Én emlékszek rá a korábbi időszakokban, amikor a csapat még régebben, jóval régebben az első osztályban szerepelt, akkor még milyen körülmények között és milyen helyen kellett a mérkőzéseket megjátszani nyitott uszodában a régin, amiben most már mezencél meg sincs, a régi strand területéről van szó. Hát most már van egy kiváló uszodánk, versenyuszodánk, és hát ott is bővítési lehetőségek már szóba jöttek, de dolgozunk egységesen Győr úszósportjáért, vízilabdáért, hogy magasabb szinten is támogatást kapjon ez a sportág. A gárda célja az OB1-ben a biztos bennmaradás kiharcolása, ezt saját nevelésű játékosokkal és néhány rutinosabb pólós szerződtetésével vívnák ki. A társaság úgymond 50%-ig együtt maradt körülbelül, ugye a saját nevelésű játékosoknak ezt mindenféleképpen a további lefejlődési lehetőség, hogy az OB1-es mérkőzéseket is megtapasztalják ezt a légkört. Láttak már az OB1-es végén, hogy az óriási lépés egy ifi bajnokihoz képest, de próbálunk belőlük a maximumot kihozni. Utána pedig egy fiatalabb, most hölgyeknél nem akarok évet mondani, de fiatalabb, még ki jó pár évet vízilabdával töltő 3-4 játékot szeretnék igazolni, aki egy kicsit tartást és fazont adna a csapatnak a következő szezonra.